Egy édesanya töltötte fel ezt a videót az internetre. A képeken a fia lélegzetvétele hallatszik, a gyerek Krupp-vírustól szenved, a betegség belégzéskor nehéz légzést okoz, emellett jellemző, hogy a beteg gyerek száraz, jellegzetes ugatóköhögés kíséretében veszi a levegőt. A legenyhébb esetben csak így úgy szokták a szülők mondani, egy ugatóköhögés, ez nagyon típusos, egy ilyen száraz, erőltetett köhögés, és hát ez az a súlyossági fok alapján hát elmehet odáig, hogy kifejezett nehéz légzés, belégzési nehezítettség van, tehát egy fulladásos állapot. A kisgyerekeknél jellemző roham súlyos, életveszélyes állapotot eredményezhet a kialakuló oxigénhiány, a szervezet kimerülése vagy a légút teljes elzárodása miatti fulladás következményeként. Ez a betegség jelent meg most Tolnán a gyerekek között, ketten kórházba is kerültek. Megelőzni én nem gondolom, hogy ezt meg lehetne. Ez az ősz-tavasz betegsége, de szerintem kimondottan az időjárás függő dolog. Bár kifejezetten a Krupp megelőzésére nincs kidolgozott módszertan, a szakértő mégis azt mondja, a felső légúti betegségek ellen legkönnyebben sok vitamin és folyadék bevitelével és rendszeres testmozgással lehet a legtöbbet tenni.